kézmasszázsnál is figyelembe vesszük a kizáró és tiltó tényezőket. Svéd masszást alkalmazunk, krémezést követően az ujjbegyek masszírozásával kezdünk. Beledolgozzuk a sáncokba a krémet, ápolva ezzel is a bőrt. Az ujjbegyek masszírozását követően a kéz háton masszírozunk váltófogásban. A kézhát masszírozását követően a tenyéri oldalon folytatjuk a masszírozást. Átmozgatom hüvelykujj párnával a kisujj és a hüvelykujj párna, majd a tenyér középizmait. Ezt megtehetem akár hüvelykujjal is, vagy akár ökölbe formázott kézzel mozgatva át ezeket a pici izmokat. Az alkar masszírozásával folytathatjuk a menetet. A felületi gyúrásból megyünk át egy mélyebb gyúrásba, minden izomcsoportot megmozgatva. Csipkedéssel folytatjuk. A csipkedés során nagyon figyeljünk arra, hogy véraláfutásokat ne okozzunk. Kanalat formáz a kéz, és egy ütögető mozdulattal, köpölyöző hangot hallatva átütögetjük, lazítjuk a kezet. Kimozgatással, rezegtetéssel tovább lazítom az izmokat, majd simító mozdulattal befejezem a masszírozást.